az angyal, menj, siet le, az üszkös, fagyos Budapestre. Közös imádsággal emlékeztek meg Spányi Antal megyéspüspök meghívására a történelmi egyházak képviselői Székesfehérváron az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről. Az ünnep szónoka Lackó Gábor iskolaigazgató történelem tanár volt, aki az 1956-os eseményeket az emberi méltóság forradalmának nevezte. Az 56-os forradalom és szabadságharc valóban a méltóságról szólt, hiszen egy szovjet típusú rendszer lett felépítve csendben, eleinte demokráciának álcázva, 1945-től hiába voltak szabadnak tűnő választások, a szovjet megszálló hadsereg itt tartózkodott, tehát eleve a politikum legfontosabb posztjait már az úgynevezett polgári kormányban is, Nagy Ferenc kormányában gyakorlatilag a legfontosabb tárcák a kommunisták kezébe kerültek. A fordulat évétől, ahogy a Kádár féle narratíva ezt nevezte, a vallató pincék világává vált az ország, a nagy fekete autó mindenkit csengő frázban tartott, és a magyar nemzet gerincét törték össze. Mert tudjuk, a magyar nemzet gerince nem hajlik, hanem törik. Ez a gerinc egyenesedett ki, a magyar nemzet felállt, és kínzóira támadt. És azzal magyarázható a kádári megtorlás brutalitása, hogy nem tudták megbocsátani ennek a népnek, hogy pillanatok alatt, mint egy légvár úgy omlott össze az állítólag erős és biztos alapon álló, ráadásul szovjet csapatokkal támogatott rendszerük. Az igazgató beszédében megemlékezett 56 székesfehérvári eseményeiről, amelyek többek között a bazilika környékén is zajlottak. Itt, ahol állunk, itt is megrendezték a néma tüntetést, illetve utána a nő tüntetést, amelyen nem csak nők vettek részt, de demonstrálva országosan nők vettek részt többségében ezen a tüntetésen december első napjaiban, azért, hogy kifejezzék azt, hogy ők is, akik otthon a család melegét, a család összetartását biztosították, és féltek, sokszor elzárták a fiatalokat, hogy ne menjenek az utcára, hogy életben maradjanak, ők is a nemzet egységében, a férfiakkal, a harcolókkal, az utcákon meghalt fiatalokkal egyek, mint a magyar nemzet 56-ban volt. Egységes és egy. Spányi Antal püspök a hagyománynak megfelelően a Székesegyház oldalán álló emlékkeresztnél könyörgött azokért, akik életüket adták hazánk szabadságáért, hogy kapjanak megnyugvást az örök békesség honában. Ők értették ennek a nemzetnek, a magyarságnak a kincseit, mindazt az értéket, amelyet ezer éves itteni történelmünk alatt ez a keresztény nemzet megteremtett, és amelyet Európának és az emberiség nagy családjának ajándékozott, és ezért akartak ők harcolni, hiszen nem csak egy nép szabadságáról volt szó, hanem egy kultúrának a megtöréséről, a kereszténység eltüntetéséről, mindannak a meggyengítéséről, ami számukra szent és fontos volt. Fontos ez a kiállás, amit nekünk is tanulnunk kell, és amelyet minden bizonnyal gyakorolnunk is kell, hiszen ma is látja az ember, hogy a nemzetállamoknak a létét, fönnmaradását, milyen veszélyek fenyegetik, és hiteltelenné téve a veszélyre fenyegető hangokat, megpróbálják ezt elbagatelizálni. Pedig valójában akkor is, ma is a nemzet létéről, a nemzet életéről, a keresztény kultúráról, a keresztény hagyományról, a kereszténységről és a magyarságról volt szó. Ezt azt hiszem, hogy nagyon világosan és egyértelműen tanítják nekünk 56 hősei, és jól tesszük, hogyha erre odafigyelünk, és mindezt megpróbáljuk megtanulni tőlük.
Együtt fohászkodtak az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozataiért Fehér Károly nyugalmazott evangélikus esperes, majd Szűcs Zsolt református segédlelkész. Végül a hazáért és a szabadságért igazságtalanul meghurcoltakért imádkozott Révész Lajos baptista lelkész. Szeretném megköszönni azokat, akik harcoltak, akik életüket adták a hazánkért. Az ünnepség végén az áldozatok emlékére koszorúkat helyeztek el, együttérzésüket és tiszteletüket kifejezve a történelmi egyházak képviselői, a közéleti vezetők, valamint civil szervezetek és emlékező hozzátartozók.